ez egy tájképből indult munka, és most ez a technika, ez egy ilyen pulp paintingnek mondják angolul, ez a papírmassa festés, hogy különböző színű papírmassákból rárakjunk valamilyen alapra, és akkor úgy építünk föl a képet. És ez viszesen történik, úgyhogy ott nem fogjunk látni meg végeredményt, hanem csak akkor, mikor kiszárad, és akkor utána más technikákkal fogok folytatni. Papírral foglalkozom olyan 25-27 éve. Ez akkoriban Magyarországon sokkal népszerűbb volt, ilyen papírral dolgozó művészek fogták össze. Ez volt sok kiállítás is volt, meg műhelyek, meg szimpóziumok, de utána az valahogyan abba maradt. De én annyira beleszerettem a papírnak a sokoldalúságába, ami teljesen különbözik a bronzból nyilván, vagy akár kőből, hogy tovább folytatom, ezt tovább kísérletezem a papírra. Hogy indul a mű? Az nálam különbözőképpen az lehet valamit, amit látom az utcán, vagy akár egy illat, vagy akár egy memória valahol a múltból, vagy akár egy fényviszonyok, ami valamiért fogja engem, és akkor onnan indul. És készítek különböző skicceket, különböző változatokat egy témára, és onnan kezdtek dolgozni, de úgy, hogy nem gondolom túl sokat, hanem hagyom a tudat alattinak, hogy induljon. És akkor valamilyen irányba indul, és akkor irányítom, hát megyek. Igazából ezekben a munkákban nekem legfontosabb a folyamat. Addig, meddig készül a munka. Utána, ha kész a munka, akkor az már megtette a legfontosabb feladatát nálam. Finnországban születtem, igen, a Karelia részén, ami ott a keleti Finnországban van, a orosz határhoz közel. Igazából fél Karelia maradt ott második világháború után a oroszoknak, és a mi részünk maradt Finnországban, ahol én születtem. Én januárban születtem, és tudják elképzelni, milyen a január Finnországban. Nagyon hideg, sok hó van, és akkor legközelebb szülőkórház volt 50 kilométer, ahonnan laktunk, és anyám nem tudott oda jutni, mert hó miatta meg nem volt közlekedés, és akkor a bába jött hozzánk, és akkor én ott születtem a hóban, a erdő közepén. És szerintem ott is laktunk olyan egy évet, és utána költöztünk Nagyvárosokba apám munka miatt, és utána 4 vagy 5 éves voltam, akkor visszaköltöztünk arra a helyre, ahol születtem. Az apám örökölte saját apjától, mikor meghalt, és akkor mi oda visszamentünk. És igazából mi erdő közepén nőttem föl. Ott 5 voltunk a gyerekek, játszottunk erdőben, jöttünk, mentünk, és szerintem onnan van az, hogy nekem annyira fontos. Minél öregebb leszem, annál fontosabban érzem azt, de ez igazából olyan lelkiszinten, hogy mint az én munkaim, a erdőt ábrázoló munkaim, azok igazából nem erdők, hanem az a lelki állapot, ami bennem van, volt. És nagyon hasonlóak vagyunk mi finnek
japanokkaal. Sen tämä myyväisetyn kis noiden hasonluomeet linjekre törynk minne kevesse vaapraasolassa hoittu junk hosni akar mintet haiku vai verspen vai et niihain soval niihain dolokka tutna turunk hosni valamino jop dolkot. No jo sabat nevelee synk volt iskolaban is de visont nojon sokat raisoltunk nojon sokien keseltetty dolkokat es tanaraink sokta kyldökette karaisain kat paajansa tokra esakkor njertemme et ketty harmat es sutana kestem njerni innen onnan esakkor serintemas irani totta a kesöpi paajamat. Mert nojon visuaalis latausmoodon van volt marakkoris es mustis. Idén jöttem tovább tanulni képzőművészeti főiskolára. Szobrászat ott, és akkor Szomogyi József volt a rektor. Akkor ő osztályra kerültek a külföldi tanulók, vendéghallgatók. És akkor én arra az osztályra kerültem, ahol Bíró Lajos is volt. És igazából elején ilyen ismerkedtünk, mert nem volt igazán közös nyelvük, mert akkor ő nem beszélt angolul. Igazából csak egy apolatcsapatból beszélt valamennyi angolul. Szóval nagyon nehéz volt itt kommunikálni egymással. De nagyon segítőkészek voltak, mindig elvittek magukkal mindenhova iskola órák után, ahova ők is mentek, és úgy kezdtünk ismerkedni. És akkor én úgy kezdtem tanulni a nyelvet is, ami rettentően nehéz mai napig is. És utána ős folyamán ő kezdte engem jobban érdekelni. És akkor úgy kezdtünk együtt járni ide-oda. Kiállításokra, ettermekbe, kávézókba, reggelisőkbe. Nem volt szerelem első látásra, hanem ez úgy épült szét lassan. És sokat segítettek nekem a munkában, mert Szomogyi József ritkán jött oda, és ő igazából nem is úgy korrigálta, hanem beszélkedte csak. Szóval igazából ők tanítottak nekem, hogy kell felépíteni. Persze én csináltam figurákat, de őtőlük sokkal mélyebb tudást tudtam sajátítani. Különösen akkor erre Arany rendszerre irányítottak figyelmemet, mint aki segített engem. Az nagyon jó időszak volt. Finországban jól indult minden. Szerintem nagyon szép karriert futottunk volna ott is, csak az nekem kicsit unalmas. Túl kevés történt ott, szóval ez azért gondoltam, hogy jövünk ide. Mert akkoriban, mikor jöttünk 90-es évek elején, igen, ott jöttünk, nagyon mozgalmas élet folyt itt. Nagyon jó időszak volt. Akkor teljesen más volt a helyzet, világ, mikor mi ide visszajöttünk. Nagyon izgalmas volt a új, ez a közép-európai része, különösen a keleti blokk része. Ez nagyon sok izgalmas dolog történt itt a művészetben is, ahogy minden szabad lett hirtelen. Mikor ide Mátész Alkára jöttünk, akkor nagyon hamar kezdtünk szervezni nemzetközi művésztelepeket
jotteka töp even att servestynk telepäket it tokaipan me parhomas hol jotteka barattain Schweiz pol Skotsia pol Irorsak pol Finorsak pol se var nekynkes nojon en muskalmas nemsetkösi eilet volt minem chak uit jöttyn kidehoit mi itmost eilynkes se hovasen menjunk renketeket utastunk jotteka barattain töp hetre lakni ide. Så var mi valamien en myveset i buporekpan eltynk. Teie se must mar laattum hoit mi teie se maskeppen eltynk mitta köryllettynk levö. Valossi nu en it mate saakaan et furtsa kiskylföldi myves nu vad jok nem tudom. Akkoripan tussokat nem beselkettynk it emberekkel valahoit janna. Ikän eppenä sok myves varattunk jöt menti. Es jó időszak volt, nyitott időszak volt, tele lehetőségekkel. Etáltalán nem bánom, hogy ide jöttem. Szerencsés vagyok abban a helyzetben, hogy tudok utazni ide-oda. Már nincs igazából egy hely, ahol, csak egy hely, ahol én jól éreznem magamat. Nem, etaltalan nem bántam, ez jó itt. Jó itt is. Máshol is jó lenne. Annyira nem kötődöm a helyhez. Nincs igazából nekem olyan mesterem. Persze vannak művészek, akinek a munkáikat nagyon szeretem. Például Morandi mondhatnám, akit nagyon szeretem. Meg, de nincs olyan mester, aki ilyen jellekkelhatna rám. Lajos néha szokott mondani férjem, hogy most befejezni. Az nagyon nehéz pont látni, hogy mikor kell abba hagyni. Sokszor. Szerintem teljesen új világot tanult tőlem. Különösen az, hogy itt, ahogy férfiak meg nők szerepük nagyon határozott volt akkoriban, meg mai napig is észrevehető, hogy itt nők túl sokat dolgoznak otthon, túl sokat engedik, hogy férfiak legyenek előtér. Szóval nem egyenlőek. Nagyon, nagyon ritka esetben láttam, hogy egyenlőek itt. Akar művészet, ha művész házaspároknál. De én ezt nap mint nap tapasztalom, és tényleg a magyar nőkkel nehéz mélyebb barátságot kötni, mert nem élik teljesen a magukat, hanem lehet, hogy nem azt mondom, hogy az rossz, ha valaki családjának él meg itt. Ha valaki abban a szerepben érzi magát jól, de sokszor láttam, hogy nők sokkal többre képesek lennének, ha kicsit jobban lennének elengedve, vagy teret foglalnának maguknak. Nem az a negatív feminizmus, hanem az, hogy én azt vallom meg, hogy bár nem lenne szükség feminizmusra.